Azt hallottad már, hogy gond van az antibiotikumokkal? Biztos hallottad. Az egyik gond az velük, hogy egyre több baktériumtörzs válik rezisztensé az antibiotikumokra, és itt állunk fegyver nélkül ellenük. A másik probléma az velük, hogy a nagy részük, az elsőprő olyan nagy részüket Kínában gyártják. Tehát azok az országok, akik valamilyen okból nincsenek jóban Kínával, azok úgy tudják beszerezni az antibiotikum szükségletüket, hogy esetleg más országoktól veszik, csak ott az ár ugye mindjárt más. És a következő riport részlet, amiből beszeretnék egy percet játszani, mindjárt azzal kezdődik, hogy a gyerekeknek az első 3 életévükben adott antibiotikum, az e szerint, az orvos szerint büntet. Ha megvárod a videó végét, akkor el fogom mondani, hogy mi az, amit én javaslok antibiotikum helyett. Ami egy büntet, legalábbis szerintem egy büntet, ha a gyerekeknek 3 éves kor alatt antibiotikumot ad valaki. Ez csak tényleg életveszélyes helyzetben volna szabad. Amit időközben már tudunk, hogy ezek a gyerekek egy hibás mikrobiomot építenek fel, amit soha többé nem lehet egyensúlyba hozni. Időközben skandináv kutatásokból tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik az első életévükben infúzióval antibiotikumot kaptak, ezt a svédek nagyon jól dokumentálták, még 30-35 éves korukban is annyira rossz minőségű mikrobiommal rendelkeznek, hogy súlyos depresszióktól szenvednek, aminek az a bizonyos infúzió volt a kiváltó oka. Ez nagyon jól van dokumentálva. Ezek nem szép dolgok, mégis minden orvos úgy foglalkozik ezzel, mintha a saját szakterületén kívül nem létezne más szakterület. Most, amit én javaslok antibiotikumok helyett, az a király, a kordipány ital, és a főherceg, a kordiceps. A kordipány az erjesztett ananász lé, hernyógomba kivonattal, ő a hernyógomba. Mivel ez elég drága, talán, hogyha valakinek nem telik rá, akkor érdemes a kordicepszet akár csak végszükség esetére otthon tartani, mert ez mind a kettő természetes antibiotikum. Nagyon jó a baktériumölő hatásuk, de nem írtja ki az egész mikrobiomot a bélrendszerbe, a tápcsatornában, és ezzel nem okoz olyan problémákat, mint amilyen problémákat az antibiotikumok okoznak.